Sziasztok! Pénzt hoztam nektek. Egy olyan gondolatot, amivel több tízezer forintot tudtok keresni mától, holnaptól. Hogy miről van szó? A feleslegesen a bankoknak kifizetett pénzről. Egy igazi gentry nemzet vagyunk. Egészen konkrétan úgy élünk, mintha pénz nem számítana. De mire is gondolok? Bankszámla költségek. Mindenkit bosszantanak, hogy mennyit fizetünk a banknak, de miért és mire fizetjük arra, kevésbé fókuszálunk. Nézzük meg konkrétan. Itt van egyik ügyfelünk bankszámla kivonata. Mennyit fizetett ő a bankoknak? Itt alul 54.500 forint 2023-ban. Mennyi? 54.500 forint úgy, hogy ez bármire elkölthette volna, ugyanis több ingyenes bankszámla áll rendelkezésre, amire lecserélhette volna már tavaly év elején a bankszámláját. De nézzük meg azt, hogy hogyan lehet elkölteni 54.500 forintot a bankköltségeinkre. Hadd mutassam be speciális vendégünket, a Kukát. Ő lesz ma főszerepben, fel is teszem ide az asztalra, meglátjátok, hogy miért. És akkor térjünk vissza ahhoz, hogy mégis mire költötte el kedves ügyfelünk ezt a 54.500 forintot? Tételesen. Akkor előveszem a pénzt is hozzá, hogy mennyiről van szó. Számlavezetési díj 8.900 forint. Megy a kukába. Mire lehetett volna ezt elkölteni? Egy jó mozi. Barátnővel. Baráttal. Kikivel? SMS díjak 43 forint per darab. Hú, hát az nem egy olcsó SMS, 43 forint. Te sokkal olcsóbban küldesz bárkinek, de te 43 forintot fizetsz darabonként a bankodnak. 2500 forint, már repül is a kukába. Egyébként ezt a 2500 forintot elsütízhetted volna. Oké. Havi mobil applikáció szolgáltatási díj összességében 3200 forint. Dobjuk is a kukába. Egy jó Netflix előfizetés havi díja. Ment a kukába. Nice. Átutalási díjak összességében kezd élesedni a helyzet. 18.560 forint. És már be is dobtuk a kukába. Ez egy komolyabb edzőteremnek a havi díja. Csak úgy száll. De 18.560 forint átutalásokra úgy, hogy minden egyes átutalás minimum 0,4%-ba kerül. 0,4% egy alsó korlát 140 forint, esetleg 250 forint. Ezekkel a tételekkel. Oké, menjünk tovább. Csoportos beszedési díj 1000 forint. Nem számít? 1200 forint egyébként. Egy sör vagy egy fröccs még kijön belőle. Na és itt jön. Bankkártyához kapcsolódó éves díjak 11.353 forint. Már repül is a kukába. Ez kettő jó könyvnek az ára volt. És akkor készpénzfelvételi díj bankautomatából 8.665 forint. És ez is landolt a kukában. Ez bizony, ebből egy jó színházért azért kijött volna, de bement a kukába. Összességében össze is állt az 54.500 forintos totál költségünk. Oké, mit tudunk tenni? Hát először is, mielőtt rátérnénk a teendőkre, egy érdekes tény. Szakmai becslések szerint ma egy bankkapcsolat, megnyitunk egy bankszámlát, és meddig vagyok az adott bankkal, meddig fizetek neki, meddig élek vele együtt bankszámla szinten, az 25 évig tart, ugyanis átlagosan évente a magyarok 4%-a vált önállóan bankszámlát. Önálló bankszámla váltás alatt azt értjük, amikor nem hitelhez kapcsolódóan megyünk át A bankból B bankba. 4% az azt jelenti, hogy 25 évig él egy átlagos bankszámla az adott banka. Te mióta vagy az adott bankodnál? Gondold végig. Ez a 25 év kontrasztban áll azzal, hogy az átlagos házasság az 15-16 évig tart. Hoppá! Hűségesebbek vagyunk a bankunkhoz, mint a házastársunkhoz. Na azért ebben is van egy kis érdekesség. Oké, és mi ez a tétlenség? Miért van ez így? Hát mert kényelmetlen bankot váltani. Na de őszintén, neked nem ér meg fél órát 55.000 forint? Komolyan nem ér meg? Ráadásul ezt több éven keresztül fizeted, egyszer bemész, és akkor többször 55.000 forint. Minden évben kidobod ezt az összeget. Térjünk rá a megoldásra ténylegesen. Hogyan működik egy ingyenes bankszámla? Nagyon fontos, hogy az átlagos ingyenes bankszámla a magyar piacon úgy néz ki, hogy ha digitálisan használod, azaz mobilbankon, netbankon keresztül utalsz, nem mész be a bankfiókba,
vehetsz fel ingyenesen készpénzt a bankautomatából, akár 150 vagy 400 ezer forintig, attól függ, hogy melyik bankszámlát választjuk, akkor ez ingyenes lesz. A bankkártyád is ingyenes lesz, nem lesz éves díja. Ezek a bankszámlák 2-3 éven keresztül ingyenesek. Oké, nem tudunk ma olyan számlát nyitni, ami garantálja, hogy életünk végéig ingyenes lesz. Na de könyörgöm, elvárjuk azt, amikor bemegyünk a boltba, hogy a kifli ára a világ végéig ugyanannyi legyen, mint ma? Nem. És itt egy ingyenes szolgáltatásról beszélünk. Az, hogy 2-3 évente felülvizsgáljuk a bankszámla költségeinket, az egy teljesen normális dolog. Tudd meg, hogy tavaly mennyit fizettél a bankodnak. Január 31-ig mindenki megkapta azt a kimutatást, amin szerepelnek a költségei. Nézd meg, hogy mennyi. Ez fog tartani körülbelül 2 percig. Az erre következő 5 percben nézd meg a bankmonitoron, hogy milyen ingyenes bankszámlák érhetők el a piacon. Zárójel, ezek közül több is kizárólag a bankmonitoron keresztül érhető el. Ez volt itt a reklám helye. És végén szánd el magad arra, hogy azt a fél órát ráteszed a bankváltásra, hogy meg tud takarítani 55 ezer forintot. Ez az a pénz, amit ma hoztam nektek, ez legyen a tiétek, ne fizess ki feleslegesen a bankodnak, dönts okosan, döntsél jól. Köszönöm, hogy itt voltatok, használjátok a bankmonitort, döntsetek jól, és akkor mindezek után a költésre tudsz koncentrálni, és nem a költségekre. Egyrészt lájkoljatok, fontos, hogy mindenki lássa, hogy ez tetszett nektek. Másrészt iratkozzatok fel, mert ilyen gyakorlati ismereteket hozó tudást fogunk nektek szállítani a pénzügyekről. Egyszerűen, érthetően, és gazdagodni fogtok tőle. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy miről szeretnétek hallani. Mi legyen az a pénzügyi téma, amiben így nagyon gyakorlatilag vágyunk bele. Mindig töprengünk, hogy mi lenne a következő hasznos téma. Tegyétek meg, hogy felteszitek ezt nekünk a komment szekcióban. Előző videómban nagyon speciális kérdésről beszéltünk, megnéztük az ingatlan piacot 34 éves kitekintésbe. Magyar rendszerváltástól 2023 végéig. Mi történt ebben az időszakban? És ez olyan tanulságokat hoz az átlagember számára érthetően, ami miatt más szemüvegen fog az ingatlanra nézni. Ez a videó tartalmaz egy olyan linket is, amin keresztül egy 20 oldalas pénzügyi ingatlanpiaci elemzéshez elértek, és megtudhatjátok, hogy hogyan lehet több milliós pénzügyi előnyhöz jutni, hogyha ingatlanvásárlásba gondolkoztatok. Na, Kudlik Júliával élve, ennyi lett volna mára a tudomány és a technika újdonságaiból, és akkor most kigyaloglunk a képből, sziasztok!